Na szóval, srácok, bele is kezdhetünk a hatalmas labirintus építő versenybe, viszont elsősorban nagyon fontos, hogy már most nyomjatok egy óriási nagy lájkot erre a videóra! Léci! Léci! Ez az! Yeah! Na szóval igen, srácok, amúgy, mint azt hallottátok is amúgy, de labirintus fogunk építeni, és hát a legjobb labirintus fog nyerni 10.000 forintot. Egyébként, de ezt miért nem adod inkább ide nekem, mert most ez egyértelmű. Nem, nem, te fogsz biztos nyerni, oké, na menjél is építsen. Nem. Mert nem így megy, hogy csak te így kiállítani. De így megy, de így megy. Nem így megy. Na, de figyelj, menjél oda épít. Na, ne nyald már szét a mikrofonodat. Na, mit ezért vertek minden héten újat. Na, gyerünk, szóval, Husi ott lesz, és ott lesz, én leszek. És építeni fogunk, és a legjobb labirintus fog nyerni 10k-t. Oké. Az enyém az elég speciális lesz. Na szóval az én labirintusom eleje ilyen fából lesz, meg ilyenek, ti hogy lehet, mit csináltok? Te... Husi! Te most... Tényleg tudod, hogy nem szabad csalni! Te azt mondja, hogy elvárod tőlünk, hogy eljöjjük, hogy ezt a magadtól építetted? Én sokkal jobb vagyok, mint itt, szóval igen. Aha, igen, el is hiszik. Pont egy macska jövő. Hát igen. Akarok valami változást is belevinni, szóval most töltve helyett, innentől kezdve nyírfából lesz. Mit szóltok, nagy változás? Aha, a legnagyobb. Jó, akkor lesz szivacsból, de nem érdekel, valami másból is megcsinálom, de azt gondolom, hogy vagyok jó labirintus a építésében, ezt lehetetlen megcsinálni normálisan. Én sem vagyok a legjobb, de hát meg kell próbálni. Jó, nyugi, majd összeadjuk az erőnket, és amúgy nem is az a lényeg, hogy ki lesz a legszebb, hanem hogy kinek a labirintus lesz a legnehezebb. Ki te... Jó, így nehézségre megyünk? Azt hát... hittem, hogy ilyen menőségre inkább. Hát nem, nehézségre. Én nem tudok szépen építeni, szóval biztos, hogy nem az lesz, szóval, ja. Majd meglátjátok, jó lesz, na, nem kell félni. Én nem félek. Be fogok rakni mindenféle csapdát, csak azért is, hogy ötszörösen is átgondoljátok, hogy merre kell menni. És lesznek olyan titkos kapuk, de majd meglátjátok, nem akarom úgy leizélni. Ti már kitaláltatok valami egyedi dolgot bele? Aha. Na, és mi lesz az, hogy nem vannak akarjátok elmondani? Nem. Húsi, te mit csinálsz? Nem. Ezt a mi is, de miért? Mutatom a nézőknek, hogy... Jó, oké, de... Nézzétek meg, én így állok, ti fixen csaltok! Nem, jó, oké, nem baj, majd a végén kiderül, ki lesz a nehezebb. Én kikérem magamnak. Jó, de amúgy csak labirintus lehet, nem tudom, Husi kezdett ott el szerintem jumpokat csinálni, vagy nem tudom, mindegy. Nem csináltam jumpokat, csak egy ilyen... Mindegy, amúgy még 4 percünk van, csak szólok, szóval. Nem, igen. Jó, akkor inkább... legyen öt, mert volt a beköszönés is. 5 perc múlva ellenőrzés. Miért ilyen nehéz az egész? Tehát nem leszek kész, srácok. Ez nem ér, ez nem ér. Direkt ez a lényeg, hogy 10 perc alatt kell megépítenünk az egészet. Hát mi lehetetlen 10 perc alatt építeni? Napokig konkrétan, vagy nem tudom. Hát az, hogy legalább egy jó labirintus lesz. Nem, de ez ilyen kihívás, hogy mennyi idő alatt tudod megcsinálni. Ez olyan, mint az 1 perc és nyersz. Most gondolj bele, az 1 perc és nyersz be, úgy lenne, hogy konkrétan nem az, hogy 1 perc, hanem oda raknának egy ilyen 20 perces feladatot. Azt hogy néz neki? Vagy a foci meccs, nagyon élvezik a foci meccset, és akkor felviszik 200 percre. Hallod, bíró, hadd játsszuk már tovább, Léci. Tehát, de én amúgy ezzel sokszor gondolkodtam, amikor látok egy meccset, amúgy ezt én adnám. Na jó, de nem így megy, ez a lényeg, szóval... Ez nem így megy! Nem lehet, na gyerünk srácok, nyugi, kész leszünk. Csak mindenki találja ki, amúgy csináltam meg a végét is, meg ilyeneket, mert... Hát igen, lassan amúgy kell. Én igazából most jöttem rá, úgyhogy én még nem is csináltam nagyon véget ugye az egésznek, csak a szivatásokat. Én sem tudom, hogy mi lesz a nyeremény, hát egy napos választ. Nyeremény ez a 10.000 forint lesz. Ja. Szóval majd azt majd úgyis megkapjátok, de mindegy, szóval. Készüljetek, ugyanis 3 perc és vége. Igen, amúgy lehet megjelölöm magamnak, hogy melyik a helyes út, mert nálam azért van egy pár részé. Magadnak? Miért akarod magadnak megjelölni? Azért lenni kíváncsi vagyok, hogy melyiket lesz olyan idióta, hogy... Jó, de hogyha magadnak megjelöd, akkor lehet, hogy mi is tudni fogjuk abból, vagy nem? Nem fogjátok tudni, hiszel nekem? Ja, oké, nem fogjuk tudni. Na, várjál, srácokom, hogy 1 perctek van, azt ugye ez nem. De amúgy én konkrétan kész is vagyok, jó. Enyémet fogjuk megnézni utoljára, csak azért, hogy nagyon-nagyon exkluzív legyen meg érdekel. Jó, na, de így lesz, jó? Na. Már mondjuk, hogyha a miénk jó, akkor a tiédnek már sokkal nagyobb ilyen teljesítményt kell hozni, hogy jó, őszintén az enyém nagyon nem lesz jó, de minden meglátjátok. De amúgy nem úgy kell nehézét csinálni amúgy, hogy nagyon sok izét pókhálóval mondjuk telerakjátok, hanem úgy kéne nehézét csinálni, hogy nagyon nehezen, tehát nagyon hosszú legyen, vagy nehezen legyen úgy kívül. Tehát most lehet lecsalni, úgyhogy minden pókháló. Érted? Na srácok, az idő letelt, nézzük, hogy ki hogy áll, hogy mi csináltok? Sehogy, semmit. Mi az, hogy sehogy? Hát Husi, akkor neked félig van kész, akkor te kivegyesve.
Jó, nekem belekezdened. Jó, Kis, te mit csináltál? De mik ezek az óriási lyukak, vagy mi ez? Nem, tornyok. Nem, majd előre. Jó, oké, na, kezdhetünk akkor Kisnél? Aha, jó. Oké, na, kezdjük el Kisnél, és akkor nézzük, hogy vajon te mit csináltál? Menjünk be, itt a bejárat? Aha, és van egy pár szoba, tovább el kéne dönteni, hogy akkor melyikbe megy. Ja, most el kell dönteni, melyikbe megyünk be? Aha, várj el. Jó, oké, várjál. De most ez... De várjál, egy szoba lesz jó? Vagy hogy lesz? Egy szoba lesz jó, és az lehet, hogy az elején lehet a... Végén lehet a... Közepén lehet az elején. Nem hiszlek el. Na jó, én elkezdtem a végén csak azért, mert gondoltam, hogy a legvégében akkor, de nem. Húsi, te hol vagy egyáltalán? Húsi, gyere már ide! Nem fejezheted be, vége van, letelt az idő! Meg akarsz, hogy amúgy vergezik egy... Amúgy igen, elegem van! Mit ezért? Na. Nem érdekel, nem érdekel, na, okay. gyere, na itt van, hogy a fény erre kell menni, az egyértelmű. Oké, okay. Úristen, oké, okay, feljöttünk. Oké, okay. És most erre fele. Jó, amúgy megtaláltam volna elsőre, hogy tudom, hogy fényt kell keresni amúgy. Eskü, jó, itt le kell menni. Ne sziva, most komolyan? Nem már! Van még egy pár szoba, amit nem nézted át, és azt se tart, hogy melyiket nézted át, és melyiket nem. Jó, oké, bemegyek ide, jó? Bemegyek. Aha, hát nem ez a taktika, vagy nem tudom? Vagy nem ez akart lenni a taktika? Ja, hogy más szobát kell keresni? Igen. Nem már! Ez nem is az, tehát ez csak egy szivatás volt. Azt így nyertem. Te melyikbe mentél be? Itt egy szállam. Na, jaj, oké, megkeresem, de azt gondolom, hogy már azt tudom, hogy melyikbe... Ne szívass már, hogy a telibe a középső volt a jó szoba. De, ezt direkt így csináltam, a legegyőbben, hogy beraktam. Várj, ez egy nagyon rossz, nem tudtam beszélni. Nem hiszem el, az a rossz. Majd a végén értékelünk. Ja, oké, na a végén értékelünk. Szóval, menjünk be akkor Husiéba, nézzük Husit, amit csináltam. De meg volt az idő rám, amiket volna ennyire szépen csinálni, és kész. Jézusom. Na, szóval nézzünk itt végig. Jó, itt hova kell menni? Elmegyünk balra. Jó, nem mondom meg. Nem balra kell menni. Jó, akkor elmegyünk a másik irányba. Már előlem húzi, csak látok egy narancssárga macskát, és idegesít. Na, ez elég bosszantó. Ó, megvan. Jó, kijutottunk. Nem fejeztem be, ez nem így van tervezve. Mondtam, hogy nagyon nincs kész. Hát egy Dani vagy, az van. Miért kellett ilyen nagy dologba belekezdeni, hogyha nincsen kész? Nem tudom. Na, látod? Mert noob. És még úgy, hogy vördödi kezed. Nem is vördödi kezdtem, tudod mennyit a falát vördödi szisztem. Na, gratulálok. Jó, mindegy, ezt most ebben nem kötünk bele. Na jó, nézzük. Ez az? Itt egy gomb. Nagyon menő. És innentől nem tudtam befejezni. De pedig kivittük? Na, oké, ez jó. Átváltoztam a tépézésre, nem lesz kész a teteje. Jó, oké, na gyertek az enyém nem szépségre megy, hanem és hogy kell bemenni, vagy hol? Itt kell bemenni, de nem tudom, úgyhogy fogalm sincs, hogy merre kell menni. Jól kezdődik. Most jó, hogy te liraktad pókáról? Nem, csak kettőt raktam le, és akkor jutott eszembe, hogy nem kéne telirakni. Na, én csak titeket követlek amúgy, tehát okay, én követem Kist. Követ engem. Oké, okay, jó. Amúgy ki kéne rakni egy ilyen számlálót, majd vágó rak ki egy számlálót, hogy kinek mennyi idő volt a pályáját kivinni, amúgy az esküszöm ez jó ötlet. Csak elfettem, hogy kéne érbe dálni. Tuki erre lesz, tuki erre. Igen, ez az, ne. Jó, de te tudod, hogy nem. Amúgy én arra jöttem rá, hogy most miért, hogy tudtam ilyen kicsi pályát csinálni. Úgyhogy amúgy... Na mi az? De nem mondta, hogy nem kellett volna mennetek. Nyertem! De... Jó, nyissd a kinyereményeteket. Én ezt tudom, Dani! De nem hiszem el! De hogy tudtok ilyen nagyot csinálni egy idő alatt? Hát, nagyon vagy. Jó, oké, mindegy. A labirintusokkal megvagyunk. Pontozzunk, hogy ki milyen lett. Kisé lett a legjobb. Kisé lett a legjobb? De ne így pontozzuk, hogy kért a legjobb 10 per hány? Ja. Na, húsé nekem 10 per 1. Aaaa, 10 per. Jó, amúgy nem. Jó. Én húsiért én adok 10 per 7-et. Jó? De... Adok 10 per 6-ot. Na, nem volt befejezés, azért ez engem basszat. Na, jöjjön az enyém. Mennyit tudtok rá? 7 és fél? Na! Per 5. Mi az, hogy... Oké, 10 per 5-öt adok Husinak. Szóval... Na, de mi az, hogy... Akkor 10 per 7! Miért beszélod felezve?
Az olyan be volt. Mondtam benne csak. Jó, oké. Na, kísérem, mennyit a sushi? 10/9. Én adok 10/1-et, csak hogy én nyerjek. De nem tudsz nyerni, miért nyernél? Jó, oké, adok rá 10/8-et. Na. Hely, nem hisznek el. Jó, oké, na, ezt a követ kis nyerte, jön a következő pálya. Na szóval a kövépítés nem más lesz, mint hogy ki mit venne a nyereményéből, hogyha megnyeri ezt az egész kihívást. Oké. Na, remélem, hogy van elképzeléseteket. Csináljuk azt, hogy csinálunk ilyen falat mindenki közé, és tanássuk az egymásét. Oké. Csináljuk, akkor valaki csinálja egy egy nagy falat. Addig megy az idő. De ne menjen! Jó, oké, nem megy a idő, akkor csináljuk egy falat. Na, szóval itt is vagyunk, és hát akkor itt vannak így a falak. Srácok, ti miket akartok építeni? Ja, nem mondjuk el egymásnak. Nem mondjuk el. Jó, oké, na, szóval ki vajon mit vesz 10.000 forintból magának? Építsük meg, 10 percek van rá ugyanúgy, sőt, legyen ilyen kevesebb idő. Nem. De miért most azért az, hogy mit vesztek, az nem valami nagyon durva dolog? Hát, de. Jó, van 5 percetek. Na, hajrá, gyerünk, 5 perc alatt csak megépítettek, mit akartok. Most kis úgyis hús fog építeni, hús meg úgyis halat valószínűleg, szóval. Na, rájöttem, ennyi volt, szóval, ja, nem. Hajrá. Nekem azért elég különleges lesz. Különleges? Miért lesz különleges? Majd meglátja. Nem, de nézzem, jó, mindjárt megnézem. Nem! Jó, oké, nem nézem meg, de mindegy, akkor is érdekel. Vagy ti, Tomi, ez enyém is különleges lesz. De én is, nem tudom, nem lesz. Remélhetőleg mindenki különleges lesz, mert hát az a cél, hogy különleges legyen. Jogos. Na, szóval, én nem állok annyira rosszul, ti hogy álltok, srácok? Én már készen vagyok. Készen vagytok? Hogy vagytok készen? Aha. Hát ne legyen olyan nagy dolog, amit kérek. Az enyém az nagyon menő lesz, szerintem. Most az egyszer azt tudom mondani. Oké, jól van, várjátok. Én is nyilván mindjárt készülök, csak még finomítok, várjátok. Nem hiszek el teket, de komolyan mondom. Az annyira gáz lesz, hogy a végén fogok veszíteni. Nem akarok veszíteni. Na, szóval, szerintem, srácok, én is kész vagyok. Várjátok, utolsó finomítás, jó? Na, szóval, kész vagyok. Nézzük akkor először meg kisét. Kis, nem is csináltam? Mi ez? Náza? Gyere. Mi az, hogy náza? Hát persze, hogy náza. Hát mi? Akarsz egy rakétát? Hát van egy táblára. Ja, várjál, nézzük. Mit csináltál? Vicceltem, vennék belőle 100.000 feliratkozót. Lebuktam. Te veszed a feliratkozóidat, kis? Ne bújj el a náza mögé. Na, jó, oké, szóval... Jó, neked is én vettem. Nem igaz, ne hazudjunk azért ennyire. Na jó, szóval te rakétákat vennél. Nézzük, Husi mit venne. Mondd meg, hogy menő, ez az a macska. Ez ilyen macska kaparós. És ide írtad, hogy hús. Hús. Jó, ez az, Oké. Szóval, srácok, kis ideig rakétáknál tart, Husi pedig egy kaparónál. Nézzétek az enyémet! Mi ez? Ez egy tök menő kocsi. Nem tudom, hogy ismeritek-e, de van az ilyen összenyomott kocsi. Milyen összenyomott? Ez egy ilyen buszféle. Vágó, hogy ismerik a rakében. Na, oké, szóval ez egy buszféle, jó? Ez egy ilyen kocsi. Csak nem tudtam szép kocsit csinálni, de most csináltok még ilyen elejét, vagy nem tudom, de... Jó ez, tök jó lett szerintem. Jó. Jó, na, lehet izélni, lehet pontozni. Kisé szerintem 10/3, Husé szerintem 10/6. Nem. Jó, legyen 8. Szerintem a tiéd 10/4, Husi 10/8. Miért szavaztok engem le? Miért gagyi le? Mi az, hogy gagyi le? Na jó, oké. Srácok, az egész pontozás nem ér semmit. A nézők fognak szavazni leírásba vagy kommentben. Hajrá! Nincs ilyen, oké, tudjátok mit? Ki fog most rakni egy ilyen szavazást közösségbe, és lehet szavazni, hogy ki nyerte meg, oké? Na lehet szavazni, légy szíves, szavazzok rám. Na, mindenki kap 10 más persze, hogy még szavazzon rá. Mindenki szavazzon 10 más, mindenki kap 10 más persze, hogy meggyőzze nézőket, hogy miért szavazzanak rájuk. Hát nézzétek már rá, milyen menők! Még be is rendeztem. Hát lényegében, tudjátok mit? Aki rám szavaz, akkor kapok egy hús Danitől. Na, oké, aki rám szavaz, az kap 2 húst tőlem. Hát ne. Az kap egy gyémántot, tessék, adom le a gyémántokat. Én nekem jobban megéri húst adni, aki engem szeret. Én nem. És igazi kis kutya a verje az nem, aki igazi, de az nem szavaz. Na jó van, srácok, itt lezárjuk. Lehet akkor szavazni, hogy ki nyeri meg a 10.000 forintot. Szavazzatok rám. Szavazzatok rá. Na, srácok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok. Hello.